Babián Fable, apád, anyád, idelőjön. 14. rész. Mindenről száguldás közben telefonon értesülünk, időközben ránk sötétedik, és megjelennek a szokásos viharfellegek az égbolton. Bellok helyben fut a kormány mögött. Martin jelentkezik viharsebes motorjáról. Épp ide értem, mikor kirongyoltak hátul a proszektúra felől. Mezzo Szerecsennek maszkírozta magát, mint a böri viziteken, csak most orvosi köpenyben van. Beugrottak egy itt várakozó temetési vállalkozó furgonjába. Úgy láttam, Rooker leszúrta a sofőrt. Most a Maholán tépünk fölfelé. Ha bármerre lekanyarodnak, és megyek utánuk, engem is kiböknek. Szeretném azt mondani, légy óvatos, de hát ez nyilván neki is eszébe jut. Hallgatok, körmeimet a tenyerembe váljom. Írnom kell az aranyhalnak. Majd később, most előtépek egy kallódó noteszte kesztyűtartóból, és körmölni próbálok a vágtázókocsiba. A térképlámpa gyéres fénye mellett. Egyelőre magamnak jegyezgetek. Mezzo eredetileg úgy tervezte, hogy megszabadítatja Rookert a mobiltól, és csak ezután szökteti meg imádottját. Vagyis valaki figyelmeztette őt az akciózsaru közeledésére. Kicsoda? Valaki a börtönből. A mobilnyelető foglárok egyike, vagy mindkettője. Külön-külön a gyóntató szobába velük. Kiszonyók áll a Mezzo ügyön, kérdezem. Kire bíztuk vele kapcsolatos kérdéseinket? Ki a nyomozó kolléga? Hiszpán Berdot. Szerinted tudja már, hogy Mezzo megszöktette Rookert? Szerinted érdekli? Ezt illetően épp elbizonytalanodtam, sóhajtja. Martin újra telefonál. Letértek a Maholáról. Patrickék mögöttem jönnek. Ti hol vagytok? 2 perc múlva odaérünk, feleli Bellok. Maradj le kissé. Jókor mondja, felugat egy fegyver. A telefonkapcsolat megszakad. Behorpad a padló a gázpedál alatt. Elsöprünk az út szélén heverő motor mellett, mielőtt szívrohamot kapnék, megpillantom Martint. Kedvenc öcsém a közeli kapuaj fedezékéből integet felénk. Beérjük Vájnék furgonját. A sötét szürke járgány állja a géppisztoly sorozatok ostromát. Egyelőre mögötte maradunk, mivel a Mazda kevésbé golyóálló. Égtelen szirénázás hallatszik szemből. Helyes, a kollégák megkísérlik eltorlaszolni Schnasserék útját. A végső kegyelet feliratú furgon gyors kormányrántással félresiklik az útról. Eleje neki csapódik a jobb oldalon magasodó állványzatnak. Utasai szempillantás alatt elnyelődnek a védőfüggönnyel és reklámtáblákkal közrezárt építkezésen. Festetlen, félkész, rideg falak között vadászunk a szökevényekre. Emelőcsikákat, vödröket, téglakupacokat kerülgetünk, malteros teknő fölött pattanunk át. Anyagul falhoz támasztott talicskák és gerebjék támadnak ránk önszántukból. Mezzo és Rooker éterként elpárolgott. Tűvé tesszük az utunkba kerülő targoncát, a mobil felvonót, a biztonsági őrök konténerét. A 2 őrszem alszik. Aléltan szenderegnek egymás karjában, épp csak beesteledett. Érthető, a szextázis napszaktól függetlenül bágyaszt. Szólunk nekik, hogy most már maradjanak, ahogy vannak, és tovább keressük a szökevényeket, akik persze rég eltűnhettek valamelyik szomszédos kertben. És ha mégsem? Csörgessétek meg Rookert, javaslom Belloknak. Nem hiszem el, ilyen nincs, nyögi Delgado, miközben egy épülőfélben lévő fal mellett hasal, és telefonon hívja a fickót, akit üldözünk. Akkor mit szólnál a felvenné? Vigyorog Daniel. A tőlünk balra feketélő munkagép mostrum belsejéből tompa telefoncsörgés halszik. Hozzám jössz, Deniza, súgja hitvesen. A nőkérést dicséretnek veszem. Valami kis romantikus csipke csodában vonulnék oltárhoz, drágám. Bellok lapos kúszásban eltűnik mellőlem. A bőm jármű ajtaja csapódik. Géppisztoly sorozat zúdul ránk. Aztán csörren valami a közelünkben. A fémes, guruló hang hallatán villámgyorsan fedezékbe suhanunk. A kézigránát robbanása megbontja fölöttünk a félkész falakat. Törmelék omlik ránk, tégladarabok hullanak. Betonkeverő és talicska pajzs mögött hasalva átkozom Schnasser és Rooker születése napját. A hatalmas munkagép motorja felbömböl, a mostrum felénk lódul. Néhány méternyi lendületes gurulás után megfeneklik egy mély gödörben. Bőg a kínozott motor. Az óriási gumiabroncsok már
Kivonszolják a gépszörnyet a csapdából, midőn Vajnék jobbról és balról is rátépik az ajtót a vezető fülkében küzdő fickóra. Rooker felméri a túlerőt. Minden irányból marcon a fegyveresek fogják közre járgányát. Ledobja géppisztolyát. A nyitott kocsi ajtóban kapaszkodó Delgádót is utána vágná, ám Steve fürgébbnek bizonyul, ezért aztán Rooker repül le a magasból. Odalent rögtön meghátalják, átkutatják, és vasra verik a kóter szökevényt. Schnassert továbbra sem lejjük. Hiszpán Bárdotról megtudjuk, hogy nyaral. Szerintem eddig is ezt tette, jegyzem meg, legalábbis a Metzor Rooker nyomozással kapcsolatban. Lepattintanak azzal, hogy szegénynek mennyi sok megoldásra váró ügye van, a végén még beleroppan, jaj és jaj. A telefonnyelésnél jelenlévő foglárok egyikéről kiderül, hogy ő már az esemény megtörténte után ment a cellába, társa hívására. Ekkor már kihallatszott a csörgés a hisztérikusan viselkedő Rookerből. A másik Schmasser váltig állítja, hogy az elítélt a szeme láttára nyelte le a készüléket, mielőtt ő még bármit tehetett volna ez ellen. A mobilt ő találta meg a matrac alatt, és azért kapcsolta be, mert látni kívánta, kit hívogatott Rooker. A porkolábot varratnak nevezik, ugyanis tetőtől talpig kitetkoztatta magát. Komplett Brem kollekció virít rajta, sellők és lefátyolozott arcú, kevés ruhát viselő nő társaságában. Elkérem a Marok telefonját. A megcsúszott fegyőr nagy jelenetesen ügyvédet követel. Ordítozás közben szétkapja készülékét, és megpróbálja lenyelni az adatkártyát. Úgy festőmöriben az ember rákap a telefon zaválásra. Csomóra fogjuk a torkát, és kipersejezzük belőle a nyálas lemezkét. Az ezereszű foglár büszkén közli, hogy most már cseszhetjük, jutalmul a személyzeti öltözőt is felforgatjuk. A szekrényébe rejtve még egy mókus kerékpörgetőt találunk. Utóbb azt firtatom, honnan és mióta ismeri Mecót, miként tartották a kapcsolatot, mi haszna származik mindebből, ő pedig megáltalkodottan nem válaszol. Bár eddig nem különösebben foglalkoztatott, azt is tudni akarom, hogy Rooker pontosan miért is került sitre annak idején. Miért a gyengélkedő zsöti és írmak előkerül a lomha Land Roverrel, megtiszteltetésben részesülnek, felásatják a Mecó számára oly kívánatos fegyenc múltját. Különféle kívánságaim elsorolásakor a főnök megígéri, intézkedik, hogy megkapjuk a házkutatási, lehallgatási, stb. Engedélyeket, ám, miként magam is tudom, ilyenkor nem könnyű elérni a jognokot, így aztán a pecsétes papírok beszerzése időbe telik. Egyébként pedig Mecó befürdött, Rooker sitten van, miért nem pihenek holnapig? Nem csak a felpöckölt vadász ösztönöm miatt, felelem. Mecó immár nem adja fel, s hogy mit léphet a kétszeres kudarc után? Most majd biztosra akar menni. Vagyis? Képtelen vagyok kinyögni, mitől tartok, mint a félelmem kimondása elősegíteni a tett megvalósulását. A főnök triviális, nyugi Denisa, sóhajjal búcsúzik, az én vízióim továbbra is kitartanak. Martint elküldöm a kekiszem színű Matrixhoz, varrat telefonjaival és a torkából kihúzott nyálas kacattal. Aztán jó darabig nem történik semmi. A nagyszerűek az építkezés környékén és égen földön sem találják Mecót. Varrat kitart a mellett, hogy nem ismeri a legerősebb nő cím büszke viselőjét, ügyvédet óhajt és pert ígér megkurcoltatásáért cserébe. Arra kérem várjon ezzel, mert még nincs megkurcolva, hiszen még csak most keresgélem a főcsapás irányát. Addig is, míg rábukkanok, varratot jégre rakom. Rooker nincs kihallgatható állapotban, mivel telefoneltávolítás közben idegösszeomlást kapott, és ez agresszív szökési próbálkozásban nyilvánult meg, szervezetét színültig nyugtatózták. Ez idő szerint valószínűleg ő a történet egyetlen olyan szereplője, aki boldogan szendereg. Hajnaltájt az irodában görnyedek. Az elő ásadott paksaméták és a számítógépemre küldetett anyagok 60 000 oldalnyi betű fölött agyalok. Éjségtől kóvágó fejjel felturkálom íróasztalon fiókjait. Szerencsésnek mondhatom magam, találok egy táblacsokit. Bár a lelet szavatossági ideje akkor tájt járt le, mikor Urian Surprise Bellock megfogant, kibontogatom a papírt, és már-már török a fosszíliából, midőn észlelem a fura reszeléket a Staniol egyik sarkában, és felfedezem a reszeléket készítő rózsás húsú aprócska kukacot. Ilyen a szelávi, gőgicsélek neki. Egyik percben még urak vagyunk a csokiban,
A következőben meg repülünk kifelé az ablakon, madárcsőrök elé. A férgecske kihajítását követő válságos hangulatban pizzát rendelek, és mivel közben Zsöti és Irma ottyan a szobába, 5 adagra emelem a dózist, hát ha más is befut még. Rucker hajdanában részt vett egy páncélkocsi kifosztásában. 2 társát a támadás során lelőtték, ő másodmagával meglépett, ám kevéssel később zsarokézre jutott. A 4. állarcos fickó kiléte azóta sem ismert, ő épp úgy eltűnt, miként a tetemes zsákmány. Miben akkor a Rucker nem csupán azért vonzó Schnasser számára, mert szexuálisan szerfelett aktív, és a felsőteste csinosan kigyúrt, hanem ráadásképpen még komolyabb pénzösszeg fölött is rendelkezik. És mert rendelkezési jogát nem engedi át, a teljes zsét csak vele együtt lehet birtokba venni. Ez is motiválhatja Mezzo lángoló szerelmét. Továbbá megmagyarázza, miből telik a nőnek bujkálásra, foglár megvételre, fegyveres mentő akciókra. Időközben a nagyszerűek kiderítik, hogy az erőbajnoknő és Varrat 5000 éve ismerik egymást, mindketten ugyanabban az edzőterembe és Schmasser kocsmába jártak a nő tündöklése idején. A hírt Bellok hozza meg személyesen. Hosszan meredek rá, mikor belép az ajtón. Néhány órával korábbi elválásunk idején álla még erogénesen kék lett, mostanra feketélik a borostától. Rigó Füttyös, jó reggelt! Köszönt rám, dermed bámulásomat látva. Ma még nem sminkeltem. Mi baj van? Hallgatok rossz előérzetemről. Daniel elmondja, mit végeztek. Töröget a 4 sajtos pizzából, kávét kortyol, arcomat fürkészi. Végül mégiscsak kinyögöm. Hazagyanúm, hogy Mezzo nagy dobásra készül, mindenáron Rukert akarja, szerintem fogolycserét tervez. Bejelentésem nem épp kacifántos körmondat, mégis alaposan meggondolkodtatja társaimat. Bellok megreszelgeti torkát, mielőtt rákérdez. Úgy vélet, túszt fog ejteni? Attól tartok, és folyton ti köptök a levesébe, az akció zsaruk, viszont ti veszélyes fickók vagytok. Homlok ráncolva nézi az arcomat. Marad a családunk? Remélem tévedek, minden esetre örülök, hogy sarjaink a tónál maradtak Iriszékkel, Delgado fia és Wine ikrei biztonságban vannak. Na ne, Deniza, morral Zsöti, te nem aludtad ki magad, ilyet már mégse csinál. Mesélgessek, sóhajtom. Eszembe jut egy s más a múltból. Emlékeimet igyekszem tüstént kiterelni a fejemből. Az engedélyre várunk, hogy felforgathassuk Varrat kégliét, mondja Bellok. Remélem találunk valamit, amitől beszédessé válik. A bankszámlája is érdekes lehet. Megköszöni a reggelit, lelkemre köti, hogy legyek észnél, hiszen tudod, mi nem csak tűzzel, hanem vassal is játszunk. Érzelemtelén szájon csókol, vigyorogva megpaskolja a bornért megjegyzést fogalmazgató báj vállát, és kisiet az irodából. Valamiért úgy nézek utána, mint egy hosszú időre búcsúzó tengerész feleség. Kisvártatva hazataxizom fürdeni, átöltözni. Az égbolton lógó fellegek tegnap este óta fenyegetnek a viharral. Minden szikrázik, amit megérintek. A végén még telekinetikus leszek. A zsaruságtól úgy is kezdek besokalni, zongorálni meg nem tudok. Vártok néhány szót az aranyhallal. Az én dolgom nehezebb, mert nekem szájról kell olvasnom. Beszédelgek a zuhany alá, próbálok felébredni a meleg víz alatt. Kávé illat csalogat ki a fürdőből. Martint és Rubit találom a konyhában. Serkentős csészeinkkel a dolgozó szobába vonulunk. Körbeüljük a mobiltelefonnal és laptoppal is összekapcsolt számítógépet, elejtek egy megjegyzést a füstködös varázslatokról, de lepisszegnek. Figyelj, Denéza, szól Matrix, azt hiszem, előreléphettek, találtunk néhány nyomot. Úgy érti persze, hogy velem együtt, szól Martin. Bólintok. Rájöttem. Nos, nyomozók? A múltkori rabmentési akció után Bardot nem járt a tövig a lábát, hogy Mezzo nyomára bukkanjon. Kezdi öcsém. Rátalált ugyan egy távoli rokonra, ám nem rendelte el az illető megfigyelését. Ennek a fazonnak a telefonszáma többször szerepel, mind Varrat, mind pedig Mezzo hívás listáján. Mezzo hívás listáján? Hebegem. Megdicsőültem, vigyorognak rám. Rubi átveszi a szót, keki színű szeme ragyog. A Schmasser, vagyis Varrat telefonjairól tegnap 2 alkalommal is hívtak egy számot. Először akkor tájt, amikor a főnökség engedélyezte, hogy Rukert az ügyeletes kórházba vigyék. Ez a hívás
Az öltöző szekrényben talált készülékről ment ki. Másodszor a varacs zsebében lévő mobilról riasztottak. Úgy gondoljuk, a fickó a kártyás készülékkel próbálta megóvni inkognitóját, de amikor a hirtelen érdeklődés észleltén világossá vált számára, hogy rájöttetek a furmányra, és ott lesztek a kórházban, nem fért az öltözőben rejtegetett készülékhez, és mert a figyelmeztetés sürgős volt, hát kockáztatott. Követhető volt csavaros gondolatmenetem? A gyöpi csávó nyilván Bardot tempójához volt szokva. Úgy számított, hogy mire a zsaruk eljutnak hozzá, letelik a szolgálata, és ő eltünteti a nyomokat. Úgy sejtem, egy életre megjegyezte a Vráj és Bellok neveket, vigyorog Martin. Szóval Borrat korában többször beszélt egy Vigor Szik nevű taggal. Ez az ipse, Mezzo távoli rokona, egy folyóparti házat bérel. Bardot annak idején ellátogatott oda, majd beírta a jelentésébe, hogy az épület jóformán lakhatatlan, tehát Mezzo biztosan nem ott bujkál. Miért gondoljuk, hogy esetleg mégis ott anyázik? Mert megnéztük Mezzo hívás listáját. A csaj elég sűrűn hívogat egy közelben lévő vendéglőt, meg egy fűszerest is, nyilván kaját rendel tőlük. Vagyis arra felé rejtőzget valahol. Nos? Hogyan fértetek hozzá? Mondtam már, informatikai ezermester vagyok. Lecsuksz? Nem, Rubi, együtt megyünk a sitre, felelem. Nem hinném, ugyanis eltüntetem a nyomokat. Tehát körülnézel a folyóparton? Martin felemeli a mutató ujját. Deniza nem megy sehova. Mezzo egy romboló naszád. Danielék majd utána járnak. Bardot mit tudott meg Vigorról? Kérdezem öcsémet. Semmi különöset. Annyit jegyez meg róla a jelentésben, hogy ifjabb korában kocsmai verekedőként jeleskedett, ült és garázdaság miatt. Hiszen Bardot körkörösen tojik az ügyre, néhány hónap múlva ugyanis elcsal nyugdíjasnak. Inkább a derűs alkonyatot akarja megérni, mint hogy halomba kaszálja a babért a sokszoros gyilkos Schnasser elfogásával. Az is lehet, hogy Mezzo megfenyegette Hispánt. Varratnak három kamasz kölyke van, könnyen lehet, hogy őt meg velük zsarolta. Töprengek. Hirtelen talpra pattanok. Francba, hogy erre nem gondoltam! Ha Mezzo elrabolná Varrat srácait, így a Schmassert is tisztázhatná, a srácokat pedig kicserélhetné Rukerre. Csókot dobok nekik, és az ajtó felé nyargalok. Végre futhatok egy kört. A nappali tátszelve feltűnik, milyen csendes a ház Ella és Jurájen nélkül, és még Tarzan sem szögdécsel a lábam alatt. A járgányomba huppanok, az automata kapu feltáró előttem. Az első, amit odakint megpillantok, Vine kocsia. Patrick és Rülfresson tart felém. Arckifejezésük észleltén vérbíbor színű adrenalin löket homályosítja ellátásomat. Beszélnünk kell veled, szól halkan Vine. Bemehetnénk? Ülve kéne meghallgatnom? Fresson a karomért nyúl, félzsesodrom a kezét. Ivan Doki, morranok, hoztad az orvosi táskádat? Begyújtatóznál? Mi történt? Még nem tudjuk pontosan, mondja Vine. Daniel és Steve ment Varrat házába körülnézni. A szomszéd látta az érkezésüket. Amint kiléptek a kocsiból, egy furgon rontott nekik, és szándékosan elütötte őket. Aztán a járgányból kipattanó személy még lövöldözött is rájuk. Végül kényszerítette egyiküket, hogy a társát tegye be hátra, majd ő maga is másszon utána. Mielőtt eldöngetett volna, a szemtanúra is tüzet nyitott. Tehát élnek, sóhajtom. Mezzo volt, ugye? A szomszéd nagy bengát emleget, fején kalózkendőben, napszemüvegben, vadászruhában. Nem biztos benne, hogy nő az illető. Az esemény gyorsan zajlott le. Még csak egy rendszámtöredéket sem bírt megjegyezni, ám bár a furgon biztosan lopott. Van vérfolt? Rengeteg vér van. Amint meg lesz a teszt eredménye, tudni fogjuk, kitől származik. Remélem, nem azért jöttetek, hogy ágyba dugjatok. Nem, Deniza, feleli. Úgy gondoljuk, te megtalálod őket. Te nyomozó vagy, mi akciózsaruk, mondja Fresson. Ha most nem roppansz össze, szavába vágok. Később sem kell összeroppannom, megtaláljuk őket. Remélem élve, sóhajt a nyurga, nagy orrú rül. Rámeredek. Régebben is ilyen csúnya voltál? Bocsáss meg, Steve az egyik legjobb barátom. Adj be magadnak valamit, javaslom. Patrickhez fordulok. Kikérdeztétek a szemtanút a gázolásról? Azt mondta, mindkét áldozatot egyformának és magasnak látta, polisz feliratú, sok zsebes mellényt, csizsakot viseltek. Észlelték a feléjük tépő kocsit, el is ugrottak volna előle, ám az gyorsabb volt.
Az egyik férfi felrepült a levegőbe, a másik a kerítéshez szorult, őt a furgon oldala nyomta a palánkhoz. A lövöldözés végén a kalózkendős a géppisztolyjal hadonászva ordibált, az épp ebben maradt férfi átadta neki a saját fegyverét és a társájét is. Állítólag vitatkozott a támadóval, mire az le akarta lőni a földön heverő rendőrt. Ekkor a másik férfi felhagyott az ellenszegüléssel, és berakta a sérültet a kocsiba. Mezzo kiszúrta a szemtanút, megsorozta a kerítését, aztán elsöpört. A nő megúszta a golyókat, viszont idegsokkos lett. Tehát Mezzo eltette a fegyvereiket. Nem maradt ott egyetlen ruhadarab sem. Jól tudom, hogy az utcatokban van jeladó? Jól tudod, de ez bizalmas információ. Keressük őket. Bólintok. Talán sejtem, hová megy Mezzo, szólok. Körbe kéne szimatolni arra felé, de ő semmit se vegyen észre, mert akkor kinyírja a túszait. Ha még élnek egyáltalán, sóhajtja Fresson. Rábámulok. Mióta vagy ilyen anyámasszony kommandósa? Schnasser Rukert akarja. Megpróbálhatja kicserélni rá Danieléket. Ha nem tűnik fel neki, hogy a sarkában vagyunk, talán nem bántja őket. Nem érted, hogy megsérültek? Förmed rám rül. Na, ha nem öti el őket, alig ha boldogul két olyan férfival. Csak hogy a fejüket, felsőtestüket sisak és golyóálló mellény védte. Sérüléseik remélhetőleg nem halálosak. Én erre akarok gondolni. Steve nekem is szívügyem. A másik pasasról meg inkább nem is beszélek. Mezzo talán éppen a sérüléseik miatt igyekszik mielőbb levonyolítani a cserét. Na persze, mielőtt ráhalnának, mordul Fresson, mert holtan ugye bármit sem érnek. Patrick kézbe kapja megcsörrenő telefonját. A hívót hallgatva a kocsia felé pördül, integet nekünk, hogy tartsunk vele. Behuppanok mögé a járgányba. Úgy érzem, mint a sűrű, mocsatos vizenyő terjedne bennem a talpamtól fölfelé. Tudom, ha a melkasomhoz jut, megfulladt. Nem akarok olyan gondolatoktól gyötrődni, ami nőktől rül. Abban hiszek, hogyha a feladatra koncentrálok, megúszom, elfojthatom, félre söpörhetem a kínokat. Vine padlógázzal száguld a városban. Az egészből csupán a suhanást, a hirtelen kormányrántásokat, kanyarokat és fékezéseket érzékelem. Az utcákra terülő borulat, a járókelők és más közeledők képe tarka masszává mosódik köröttem. Danielt viszont lézerélesen látom magam előtt, repülő madár kontúrjára emlékeztető felső ajkában gyönyörködve. Én ilyet gondolok, a szerelem szép madara. Vajon mennyi idő múltán felejtjük el annak arcvonásait, akit nem láthatunk többé? Hát ez olyan, mint a Rül kérdezte volna. Odébb húzódom a hátsó ülésen, Patrick arcélét figyelem. Rövid fekete haját, magas homlokát, mélyen ülő, sötét szemét. Összehasonlítom arcát Bellokéval. Bár sok külső vonásuk hajaz egymásra, és ráadásul rokon lelkek, bekötött szemmel százszor megpörgetve sem téveszteném össze őket. Vine felén billantja tekintetét, majd újra összetapad a megcsörrenő telefonnal. Félkézzel kormányoz, úgyis hatékony. Egyszerre csak megáll egy gigászi üzletközpont mögött a szemetes konténereknél. Lipovsky, Hassa, Louis és mások megelőztek bennünket. Ők már lázasan kukáznak. Lidérc telepszik a melkasomra, nem kapok tőle levegőt. Egészen addig, míg az apró termető Louis ki nem mászik a konténerből, a betonra terítik a zsákmányt. Nem holttestet találtak, csupán ruhadarabokat. A csuromvér mellényt bámulom, a zsebek szegélyénél megsűrűsödött, alvat vérögöket. A másik, az alatta viselt golyóálló öltözet kevésbé véres. A betonra terített kommandós nadrág ágyék részét, baloldali zsebét és szárát is ömlő vér áztatta lucskosra. Bal felkar, dörmögi az orvos és mesterlövész Fresson, száraz, tompa hangon. Balcom és térd, szerintem a keze is megsérült. Ezt illusztrálandó kissé meggörnyed, készfejét az ágyékához szorítja, miként fájdalmában tenné. Aztán átkutatja a zsebeket, ám még egy használt papír zsebkendőt sem talál. Végezd el a vércsoporttesztet, sóhajt Vine. Mondtam már, hogy ez kevés nekünk, felelírül, egyforma a vércsoportuk és az RH-juk is. Miért tart olyan rohadt sokáig kideríteni, hogy melyikük vérzett baromira? Mordult Petri. Dühében a hajába túr, majd kézt háttal megdörzsöli borostás arcát. Mert laboratóriumi körülmények között kellene összevetni a vérmintákat,
magyarázza a doktor, alig ha első ízben. Louis visszamászik a konténerbe, zajosan tovább turkál, utálkozó hangokat hallat. Nincs több jel, közli Pierre Lipovsky, vagyis két golyóálló mellét kellett volna találnunk. Nézzük meg a többi kukát is, sóhajtok. Ideális a létszámunk, mindenkinek jut régészkedő hely. Elmerülök az egyik halászhajó méretű tartályban, borzongva túrom a szemetet. Olyan nagy batyú volna kiszedni a lajbiból a tetves jeladót? Kérdezem a hulladék mélyéből. Az ex-masszer és fegyvermániás Meszó nyilván tisztában van a bizalmas információkkal. Neki a golyóálló cucc kellett, mivel a sajátját tegnap alaposan elhasználta, viszont nem kívánta a kommandót a nyakába. Lipovsky a kezében tartott pittyegővel sétálgat a konténerek előtt, visszatér az első tartályhoz, és ő is bemászik a mind elkeseredettebb Louis mellé. Kisvártatva meglelik a keresett kütyüt. Kiszedte az aljas rüfke, fakad ki a zömök Pierre. Ez azt jelenti, hogy a másik lőhatlan mellé tisztább volt, mint emez, mondom, vagyis egyikük továbbra is jobb állapotban van, és képes vigyázni a társára. Gondoljatok bele, a szemtanú szerint az épek férfi vitatkozott Mecóval. Nyilván azt akarta elérni, hogy Schnasser hagyja ott a súlyos sérültet. Ebből nehéz kikövetkeztetni, melyikük van kivérzett állapotban, bármelyikük harcolna a társáért. Állapítja meg Louis. A mocsok nő imitátor. Ezentúl majd bőr alá lövetjük a jeladót. Az ön megsemmisítőt is? Kérdezem, egy régebbi kalandra emlékeztetve. Louis rám fintorog. Hehe, morogja. A jeladó jól jönne nektek otthon is. Mindig tudnád, merre jár Daniel. Most szeretném tudni, sóhajtom, amikor ő maga nem mondhatja meg. Bellock azon fáradozik, hogy hibernálja indulatait. Nehezen boldogul. Újra meg újra végig gondolja a történteket, ám nem találja azt a pontot, ahol hibázott vagy hibáztak. Márpedig anélkül nem volnának itt. Steve a sáros, mocskos, hordalékos padlón hever, sebei már nem véreznek. Ha magánál volna, talán még örülne is ennek. Amikor behajóztak börtönükbe, Mezzo el is tűnődött néhány másodpercig, megbilincselje egyáltalán Delgádót. Aztán persze megtette. Alig attól tartott, hogy törött medencéjű fogja megszökik, hiszen mászni is képtelen, inkább azért vasalta őt a rácshoz, mert ezáltal is kiélvezhette hatalmát. Vagy azért, nehogy később a víz elsodorja testét. Elcseszték. Óvatlanul szálltak ki a kocsiból, varrat kertvárosi házánál. Nem, hiszen körbenéztek. Nem találták gyanúsnak a keskeny utca szemközti oldalán parkoló furgont. Az égszínkék kistelre utó oldalán fehérlő margaréták nem tűntek fenyegetőnek. Úgy vélték, mivel varrat a fogdában ücsörög, neje és rácai alig harontanak fegyverrel az ordonás akciózsarukra. Azt persze sejtették, hogy éppen a megjelenésük provokál majd némi kiabálást, hisztériás jelenetet, és valamelyikük talán elkottyant valami érdekeset. Steve viccet mesélt. A kiskrapek meglesi a hálószobában etyepetyéző szüleit a kulcsukon keresztül. Egyszerre csak felhördül. Ezek akarnak engem pszichológushoz cipelni, mert szopom az ujjamat. Ezek! Nevetgélve szálltak ki a kocsiból. A magán óvodát hirdető furgon indulni készült. Ők megközelítették a kerítést. A kocsi feléjük lódult. Mindketten figyelmeztető kiáltást hallattak. Nem volt hová menekülniük. Ha néhány tized másodperccel több idejük marad, átugorhattak volna a palánk fölött. A furgon a deszka kerítése szorította őket, majd szélsebesen hátratolatott néhány méternyit. Steve üvöltő sikoljjal összerogyott. Bellock a támadásra koncentrált, ám mire Stuckert rántott volna, Mezzo megcélozta őket egy géppisztoly sorozattal, közben ordítozva követelte fegyvereiket. A fél öntudatlanul nyöszörgő Steve karjából, lábából patakzott a vér. Mezzo leugrott a vezetőfülkéből, arcba rúgta a sérültet, és annak nyakához nyomta a fegyvercsövet. Daniel nem szegült ellen, őrültség lett volna. Ez a menet elveszett, még mindig nyerhet a következőben. Schnasser hallani sem akart arról, hogy érje be vele, és ne hurcolja magával Delgádót. Utóbb Bellock kitörhetett volna a rájuk zárt raktérből, ám akkor kénytelen lett volna sorsára hagyni társát, így aztán az ötlet foganása pillanatában elvetélt. Még később
amikor Metzó lefékezett az üzletközpont mögött, és leparancsolta róluk a mellényeket, ő teljesen lefoglalta, hogy megállítsa végre a Steve testéből ömlő vérzést. Az ex-foglár szörnyű recsenéssel taposta szét a mobilját. Ezután üvöltözve lecibáltatta a konokó csak fél hullának titulált Delgádóról a véres nadrágot, ám nála nem lelt telefont. Az átszálláskor sem adódott támadási alkalom. Nem csoda, hiszen az egykori börtönőr pontosan erre volt kigépezve. Metzó a folyóparti csalánosban állt meg a furgonnal. Ráparancsolt, hogy rakja be a fél hullát a csónakba. Csónakba. Daniel ekkor gondolta első ízben, hogy soha többé nem látja viszont a családját. A gettó rapper stílusú koponyamintás fejkendőt, malomkerék napszemüveget és avarzöld terepruhát viselő kreollá púdrezett snasszer rúgás távolságon kívül maradt, míg ő elhelyezte a ladikban Steve testét, majd beült mellé, és fogvatartójuk parancsa szerint egy fémkarikához bilincselte saját karját. Az erőbajnoknő betottyant a méretes csónak túlsó végébe, a vízbe hajította sisakjaikat, bepöccintette a motort, és kilőttek a csalános, fűzfás, szúnyogjárt a búvóhelyről. Hanem a gondosan lezárt, fehér margarétás furgon a néptelen parton maradt, reméletőleg árulkodni. Tulajdonosa bizonyára körözteti már. Na és ha felfedezik ott létét, ha megtalálják a raktérben a vértócsákat, hol keressék őket a folyón? A parlón heverő Steve eszmélkedett, ám ennek a legkevésbé sem örült. Amikor rádöbbent önnön állapotára, megvonaglott tehetetlenségében. Bálok a környezetet figyelte, tudni akarván hol járnak, merre tartanak. Kissé meglepődött, midőn felfogta, hogy a város belseje felé igyekeznek. Keresztezték a csatornasort, az előtt is elsuhantak, amelynek partjait az üvegbúrával borított fedeles híd kapcsolja egymáshoz. Egyszer csak megérezte a közeli tenger sós illatát, megpillantotta a fodrozódó víz által ostromolt hullámtörő gátat. Metzó a part felé kormányozta a csónakot. Belluk az elsuhanó házakat nézte, elhinni képtelenül, hogy egyik ablakban sem üldögél valaki, akinek feltűnhetne a ladik fenekén heverő, véres, félholt férfi, vagy ő. Ha bármi feltűnő volna rajta, fekete pólóján, sötét nadrágján. Metzó a karjára dobott viharkabáttal álcázta a rájuk szegezett géppisztolyt. Ezen közben még közelebb és közelebb húzódtak a vízben álló épületekhez, míg nem a csónak oldala egy rácsos kapuzathoz döccent. Bellok sejtette, hogy megérkeztek. A Bédekkerek által Line velencéjeként emlegetett, vízre épült lakónegyedben voltak. Ennél pontosabban is betájolta magát. Még gyerekkorából ismerte az évek folyamán mind romosabbá váló sarokházat. Emlékezett a derékszögű utcában lévő fagyizóra, és egy étterem is berémlett, amelyben picatésztából készült fokhagymás kenyeret sütöttek olívaolajon. Eszébe jutott, hogy Bardot jelentéseinek valamelyikében olvasott a hanyatló állagú saroképületről. A nyugdíjba készülő nyomozó kizárta, hogy a zsarugyilkos ex-smasszer itt bujkálna az igazságszolgáltatás elől. Ez az esetőség az ismeretségi körének átvizsgálásakor merült fel, és tüstént el is lett süllyesztve. Metzó lepattintotta a lakatot a korhat deszkákkal átláthatatlanná tett tolórácsról, és annyira felemelte azt, hogy átcsúszhassanak alatta. Az épület alá jutottak, a homályba vesző falakon kivehetőek voltak a vízszint ingadozás jelei. A csónaktárban hűvös, áporodott levegő lengedezett. A ladik elsiklott a szembeni rácsig. Metzó leállította a motort, és kikötötte a bárkát egy kagylóval, moszattal borított, rothadozó cölöphöz. Kinyitotta a keskeny ajtót, odadobta Belloknak a bilincskulcsot, és ráparancsolt, szabadítsa ki magát, kapja fel a félhullát, és vigye beljebb. Nagyon vigyázzon, mert ha elejti a kulcsot, megbotlik, vagy bármi egyebet trükközik, szétlövi a seggüket. Daniel ügyefogyott lassúsággal hajtotta végre a parancsot. Megfigyelte az ajtóhoz vezető, vízlepte, nyálkás lépcsőfogokat, a rácsozatot, mindent, aminek utóbb hasznát vehetné. Steve testével a karjában átcsúszkált a küszöbön. Erősen lejtő, síkos padlójú odúban találta magát, amelynek oldalfalai arról árulkodtak, hogy a víz olykor jócskán megárad,
és a dagá is gyakori látogató errefelé. A szemközt magasodó rácsozat vassútjait a mennyezetbe ágyazták, vagyis ők egy újabb ketrecbe jutottak. A kivezető ajtón túl lépcsősor kanyargózott a ház magasabban lévő belseje felé. A grádics fölött függő lámpa inkább árnyékot, mint sem fényt adott. Metszó bezárta a folyó felüli ajtót. Bellukra parancsolt, tegye le a félhullát, és annak egyik karját bilincselje a rácshoz. Átsétált a lépcsőházba nyíló ajtón, bezárta azt maga mögött, majd a géppisztolyt Danielre szegezve követelte, vegye le cipőjét, nadrágját, és dugja át a rudak közt. Végig kutatta ruháit, végezetül ráförmet, hogy tolja le az alsógatyáját. Aztán a nő hosszan bámulta a válaszgyanán felmeresztett középső ujjakat, a jobbkezest és a balost is. Éles csattanással kibiztosította a fegyvert, ám így sem érte el célját. Hosszas töprengés után elvigyorodott. Visszadotta Bellock elé az átvizsgált ruhadarabokat, megvárta, míg ő belebújik a nadrágba, cipőbe, aztán a rácshoz bilincselte a karját, és kuncogva feldübörgött a lépcsőkön. Steve a hordalék szemetes, nedves padlón hevert, testét izomrángások cibálták. Daniel letérdelt mellé, amennyire a csuklóján lévő vas engedte, megtapintotta nyaki artériáját, észlelte alacsony hőmérsékletét, bőrén a Gletscher hideg veríték filmet. Körbenézett, de persze semmit sem talált, amivel betakarhatta volna barátját. Sejtette, hogy a víz hamarosan ellepi a ketrecüket. Odakin vihar készült. A lámpavilág kísértetiesen hunyorgott. Bellock hűti az agyát. Nem akar Delgado állapotára gondolni, eltaszigálja magától a rettegést. Keresik őket. Denise már értesült a történtekről. A hír nyilván megsarkantyúzta őt. Ha Varrat és Rooker tudja, hol rejtőzik Mezzo, akkor Dan és Patrick biztosan kilantozza belőlük az információt. Hogyan csinálná ő maga? A Varrat telefonjaiban lehet hívószámhoz, nyilvánvalóan nem tartozik megnevezhető tulajdonos, ám az kideríthető, melyik körzetben használták leggyakrabban a mobilt. Ha a nő eddig is ehelyt tenyészett, hamarosan rátalálnak. Ám félő, hogy nem eléggé hamarosan. Azt persze nyilván ő is sejti, hogy itt nem időzhet tovább, mielőbb lépnie kell, tehát megszervezi a fogolycserét. Csak hogy Steve-nek nincs ennyi ideje. Bellock ezredszer is megszemléli, megrángatja a rácsot, amelyhez oda bilincselték. Metszó a padlótól méternyire lévő, viszintes fémrút fölött rögzítette a karját. Ha fellépne arra a vasra, elérni a plafont. Ha képes volna kibolygatni a függőleges rudat a mennyezetből, talán meghajlíthatná annyira, hogy áthúzza rajta a karperecet. Ha elszabadulna a rástól, átjuthat a csónaktárba vezető ajtón. A folyóra nyíló tolókapu alatt biztosan kiúszhat. Delgádót vinné magával. Társa néhány percet bizton átvészelne a víz alatt. Terve megvalósításához lát. Felpattan a vízszintes vasra, talpával megtámaszkodik rajta, mindkét kezével megragadja és megrángatja a bilincsét rögzítő rudat. Az nem moccan, ám a plafonról finom cement törmelék hullik. Próbálja körkörösen mozgatni a vasat. Úgy tetszik, ha ezt szorgosan csinálja, néhány napon át, egyszer csak sikerrel jár. A néhány naptól kis híján elsírja magát. Hangokat hall a lépcsőkanyarulat felől, fegyvercsörgést, lábdobogást, beszédfosztályokat. Leszökken a vasrúdról, közel húzódik a betonpadlón heverő, hideglelt, ájult Steve-hez. Az emelkedő víz már a cella elejét nyaldossa. A közeledő metszóra förmed. Hozzon takarót a társamnak! Más óhaj? Kérdezi gúnyosan a nő. Oldozza előtt! A domina mögött széles vászonra gengszterfilmbe illő fehér atléta trikós, kocka álló fickó lépdál. Arcán borosta sötétlik, fogvájót rágcsál, mozgása megjátszottan hanyag. Hónajtokban és nadrágkorcban is tart egy-egy stukkert, így érzi magát jól és biztonságban, vagy férfinak. Metszó sem fegyvertelen, kinyitja az ajtót, átlép a fogoly ketrecbe. Társa kívül marad fenyegetésnek. Mi van a fél hullával? Még néhány órát ki kell bírnia. Nem sokára megszabadulok tőletek. Nem fogja kibírni. Kihűl, ha nem kap takarót. Hozzon fertőtlenítőt, csipeszt és gyors kötözőt. Schnasser megáll előtte.
A stukkercsövet a hasába nyomva készteti, hogy lépjen hátra egészen a rácsig. A túloldalon álló fickó láncot teker Daniel nyaka köré. Nekem te nem derigálsz, köpi a domina. Azt nem ismertem rád? Nagyon is rád ismertem. Megmondom neked a valót, igazából a kölykökért mentem Varadhoz. Velük nem is lett volna probléma, mozdul a fogvályós. Megrántja a láncot Bellok nyakán. Még a pofázós kamaszt is ezerszer könnyebb becserélni, mint az izomagyakat, ráadásul az egyik ólomkatonát majdnem kinyírtad. Kussolj, seggfej! Legyint Meco. Hüvelyk és mutató ujja közé szorítja a hátrafeszített fejű Daniel állát. Nem bírtam ellenállni neked, drágaságom, nem bírtam. Olyan ügyesen szedted ki a seggemből az olmot. Te is emlékszel, ugye? Ha tudnád, mennyit gondoltam rád azóta. Kismilliószor elképzeltem, hogyan foglak kinyírni. Hülye lettem volna, ha ott hagylak. Te is kurvára jó leszel Rookerért cserébe. Ne dumálj sokat, Imó, nyafog a folytogató. Ezeket rohadtul kigépezték. Ne adj nekik időt. Fogd már be, kisfiú. Anyád a kisfiú. Jól van, pubika, turbékolja a nő. Jókora teste, nagy felületen izzad, átható verítékszag árad belőle. Nem most akar érvényesülni, inkább az ágyban lennél jó. Bellok kap az alkalmon és beszúrja. Szegény Rooker a sitten hallgathatja a szarvai növését. Na, ő például bika az ágyban, szögezi le Schnasser. Ő aztán überbika. És nem csak ez a szexepilje, jegyzi meg Daniel. Ő a legjobb páncélkocsi kifosztó. Na persze a túlélésben sem járatlan, nem köti mások órára, hová rejtette a zsákmányt. Nem baj, nekem így is megteszi. Majd közösen felüljük a dohányt. Közösen, ahogy szereztük. Nem nyálas hülyeséget fogadtunk egymásnak, mi vérszövetséget kötöttünk. Meco felkuncog. Vér és sperma szövetséget. Kihozom őt a sitről, és nem fogom faggatni, kivel köcsögözött odabent. Őt sem izgatja fel, kivel kurtam idekin. Hozzon takaród a társamnak, követeli Bellok. Meco lehajol a sérülthöz, annak hátrafésült, lófarokba kötött hajába markol, felrántja fejét a földről. Hideg verítéktől ragacsos, fakó arcába mered. Na mi lesz, hékás? Fél hulla, bámulj rám, bazsajogja nénire! Most még fel ne dobd a talpad, légy már férfi, pajtikám! Schnasser kiengedi az ujjai közül Steve fejét, és az hangosan koppan a betonpadlón. Megszorítja a nyakát, ököllel a melkasára sújt, durván az ágyékába markol. Az öntudatlan sebesült alig reagál. Ezt tanítják a Schnasser képzőben? Mordul rá Bellok. Ez már majdnem nekrofília. Akarsz cserélni vele? Vicsorít a domina. Téged is megropogtassalak? Érdekel, miért jöttem le? Kurvára ki akarom sasolni, ahogy a kemény fiúk felpuhulnak. Csipáznám, ha látnám. Vagy te még mindig kemény vagy, mint múltkor a csipeszed? Imolát, nem lehet csak úgy átkúrni, pajtikám. A címbéret is megműtenéd, mint engemet? Kivenném sebeiből a golyókat. Minél tovább ott maradnak, annál inkább zuhan a csere értéke. Halott túszért hulla Rookert kapsz. Nem, Rookire nem eshet baja. Mert akkor koldusbotra jutsz? Nem jutok, mert nem hagyom, hogy bántsátok őt. Most tényleg kihozom a sitről, de csak addig leszek veletek humánus. Ne itt, hogy megéritek a holnapot. Épp azért, mert éjfél előtt megdög lesz, most mondom el neked, még az írmagodat is kiírtom. Kinyírom a családodat, izomagy. Mind mentek a tömegsírba. Felrúglak, te görény, szól lágyan Bellok. Kurvára merész vagy, elfogó vadász, és mégis, ki van elfogva, izomagy kommandós? Te még most is pofázol belem, amikor egyértelműen én vagyok a domináns? Rohadtul meg fogom hálálni neked, ezért vagyok itt. Még egyszer nem kúrsz ki velem, nem égetsz le emberi mi voltomban, mint jó múltkor a kórházban. Most figyelj! Schnasser fellendítja a lábát. Bellok jól irányzott rúgással akasztja meg az óriás nő elsütött végtagját. Jutalmul a pubikának szólított fickó fokozza a szorítást a nyaka körül. A fuldokló Daniel szabad kezével megragadja a láncot, és megpróbálja eltávolítani a gégéjétől. Meco combon lövi a rácshoz bilincselt, folytogatott férfit. Pubi a nyakánál fogva tartja a megrodgyanó testet, amíg Schnasser ököllel megsorozza a sokkos Bellok gyomrát, bordáit, majd sarokkal és talpéllel is megrúgdossa őt. Hagyd már! Elég, te paraszt kurva! Siránkozik a láncos fickó. A folytással felhagyva hátrébb lép, mert fehér atlétájára fröccsen a fogoly vére. Ne ugass bele, vigor! Liagít Meco, és tovább csépeli túszát. Ha kinyírod, mihez kezdünk, te libaseg?
Mezzo zihálva felegyenesedik, félúton megállítja elódított öklét. Tisztuló tekintettel végig bámul összevérezett vadászruháján, elmasztatul egy vérfoltot az avarzöld pólón. Tudd meg, kurvára jól esett, fújtatja. Esküszöm, estig bírnám csinálni. Látod, ezért hiányzik a kóter. Ott bezzeg kiélhettem magam. Bellok hátrafeszített fejjel roskadozik a rácsnál. Már nem kell sokáig hiányolnod a kótert, hörgi rekettesen. Áthelyezi test súlyát a sértetlen lábára. Oldozd el a társamat! Mezzo megteszi. A nadrág derekába gyűri az inkább holt, mint élő Steve-ről leszeret bilincset, majd, akárra köszönetet várna, Bellok vérző arcába mered, és gúnyosan elvigyorodik. Int vigornak, hogy szorítson a folytáson. Neki lendül, hogy lefejelje áldozatát. Daniel ujjai a fémszemek alá hasítanak, elrántja a nyakától a láncot, behörgi a levegőt. Félrekapja fejét a feléje süvítő koponya elől. Mezzo homloka hatalmasat döndül a rácson, nyaka hátra bicsaklik. A nő leroskad, néhány másodpercre külön válik tudatától. Szemhéja, szája rángatódzik, végtagjai kalimpálnak. Vigor kibiztosítja a Stuckert, a fegyvercsövet Bellok meséjébe nyomja. Ha nem volna kurvára elegem az egész szarból, most pépélőnélek, sziszegi sírós hangon. A domina megmoccan a padlón, hápogva levegőt vesz, félig ülőhelyzetbe kuporodik. Feltérdel és öklendezni kezd. Kiokád némi habos nyálat, lábra kecmereg, az ajtóhoz botorkál, ügyel arra, hogy ne kerüljön közel Danielhez. Ezt ezerszer, milliószor bánni fogod, hápogja, miután kijut. Csörrenve bevágja, kulcsa zárja maga mögött a rácsos ajtót. Ha nem hozod, amit kértem, kövess el öngyilkosságot, szól utána Bellok. Jobban jársz, ha te végzel magaddal. Schnasser a hangjára talál. Fenyegetsz, elfogó vadász, ne röhögtess, már is hullák vagytok. Eszes Vigor a nadrágjába dugja a kibiztosított Stuckert. Bellok reméli, hogy pillanatokon belül huszárosan tökön lövi magát. Rohadtul hülye vagy, Imó, hogy ezeket kaptad el, sopánkodik a fickó a lépcsőn fölfelé baktatva. Ha nem nyomorítod le őket, nem bírsz velük. Ha viszont megbénítod őket, akkor nem kapod meg Rookert. Mihelyt halkulnak a távozó léptek, Daniel enged a késztetésnek, és leroskad a lábáról. Néhány perc múlva Vigor visszatér. A felhergelt Stuckert továbbra is a köldökénél tartja a nadrág korcban. Ocska takarót gyömöszöl át a rácsok között. A mocskos padlóra koppantja a csipeszt, a fertőtlenítőszeres flakont és a gyors tapaszos dobozt. Nesze, csináld! Bellok feljebb ráncigálja az alsó nadrágra mesztelenített, átfázott Delgadót az emelkedő víz útjából, aztán fölé hajol, és amennyire félkézzel képes, ellátja sebeit. A csíra ölő löty hatását fohásszal erősíti. Végül a jódos folyadék maradékával leönti a fémfogót, és a saját húsába fúrja. Sírva fakad, mire kiválja magából a golyót. Társát takaróba bugyolálja, hogy az minden oldalról melegben legyen. Úgy csatszolja, fél órán belül eléri őket a dagály, odakint zúg a szél, gyilkoskedvű esőcseppek püfölik a tolókapu deszkázatát. Nem tudja, mennyi lehet az idő, a lécek rései között alkonyi szürkölet homálylik. Épp lábával fellép a vízszintes vasra, megragadja a mennyezetbe ágyazott rudat, és teljes súlyával rá nehezedik. Forgatja, mozgatja, lötyögteti azt. Nem akar odafigyelni szervezete vészjelzéseire, nem érdekli a kín, szabadulni akar. Ráakaszkodik a vasra, szkanderezik vele. Nem csak a saját súlyát, erejét viszi át a küzdelembe, Steve elillant energiáit is odafókuszálja. Végig gondolja, hányan segítenének neki, őket is segítségül hívja. Radír atyával megáldatja magát. Szót vált az aranyhallal és a tündér királlyal. A plafonba fúrt rúd megmoccan, milliméternyit meghajlik. Emlékezetébe idézi a lányát. Ella nemrég úgy döntött, hogy összeírja magának a 10 legfontosabb életszabályt. Éjjel-nappal hetekig körmölt, egyetlen lépés sem tett a jegyzetfüzete nélkül, vitte azt a kádba, az ágyba, mindenüvé. Amikor betelt a notesz, fogott egy újabbat. Ekkor figyelmeztették a buzgót, hogy csupán 10 szabályról volt szó, ő pedig már bibliai terjedelemnél tart. Azt felelte, összeír minden fontosat, ami eszébe jut, és a végén majd kiválogatja a legelemibb 10-et. Végül nagy sokára így is lett.
A rúd látható módon elferdül valamelyest, hegye előbukkan a plafonból. Ella után Denizára gondol, néhány hét előtti beszélgetésükre, hitvese ekként szólt játékosan hajlékony hangján. Azért éppen téged szeretlek, mert a titoktalan férfiak nem izgatnak fel. Nekem meg nem kéne olyan asszony, aki állandóan a megőrülés szélén van, felelte ő, mire a lány tébolyt mívelt, és nevetve körbe kergette őt a házon. A kör végére felfedezték, hogy mi csak kettesben vagyunk, és ünnepélyesen kihasználták a rendkívüli alkalmat. Eszébe villant Deniz a hajdani amnéziája. Lélekölő volt, hogy neje hetekig nem ismerte fel, idegennek tekintette őt. Most akár ezt az árat is megadná a szabadulásért. Bármelyikük lehetne amnéziás, hiszen úgyis újra egymásba szeretnének végül. A vasrúd tovább ferdül. Lőtt sebe mes megvérezni kezd. Korábbi fájdalmai is visszatérnek, hogy a gázolásra, verésre emlékeztessenek. Felbőszül, majd Jurájerre gondolva újfent erőre kap. Odakint tombol a vihar, az égdörgés robaja sürgetésként hat rá. Megpróbálja áthúzni a láncot az elhajlított rúd végen. Némi feszegetés után sikerül. Lemászik a rácsról, Steve-hez biceg. Delgado bőre immár láztól lángol, érintését észlelve felpillant, megragadja a kezét. Daniel, a telefon, hívd fel őket! Figyelj, Steve, kiúszunk innen, majd a szólok pár percig ne vegyél levegőt, fő, hogy meg ne ijedj. Átkozottul fájok mindenütt, rebegi a sérült. Nem sokára kórházban leszel, ígéri Bellok. Delgado eszmélete újfent megszakad. Daniel a folyó felüli ajtóhoz sántikál. Néhány lépés után a vártnál gyorsabban emelkedő vízben gázol, megcsúszik a nyálkás padlaton. Feltápászkodik, kiköpi az enyhén sós vizet. Eléri az ajtót, megpróbál néhány trükköt, az egyik működik, enged az ár. Visszafordul Steve-ért. Nest hal a ladiktárból. Odafordul, ám csak gőzölgő árnyakat lát a sötéten fodrozódó víz fölött. A láncra kötött csónak egykedvűen ringatózik, a kapudeszkázaton túli villámlás villódzik, fénye nem kerül belőre. Kihámozza összetört társát a takaróból, gyanúja sincs, hol foghatná meg úgy, hogy minél kevesebb kint okozzon neki. Úgy dönt, elvonszolja a testet az ajtóig, aztán a külső helyiségben aláúszik és a hátára veszi. Itt tart, amikor valaki lefelé indul a lépcsőkön. Sérült lábáról megfeledkezve pattan a rácshoz, és úgy igazgatja a bilincsláncot, mintha még mindig oda volna, vasalva. Gyanítja, hogy furmányát hamar felfedezik. Vigor érkezik látogatóba. Nem sokára indulunk, újságolja, és felkuncog. Az utolsó utatokra. A seggzsaruk beszopták a cselt, kihozzák nekünk Rukit. Él még a cimbit? Ezt kérdezvén úgy helyezkedik, hogy láthassa Delgádót. Danielnek több se kell. Átnyúl a rudak között, elkapja a fickó fejét két felől, és a rácshoz robbantja. Ezúttal Vigor vére spricceli össze az ő pólóját. Nem hagyja leomlani a jókora korpuszt, segít neki csekély robajjal összecsuklani. Kicseni a pisztolyt a dőlő fickó nadrág korcából, kihúzza annak méregfogát. Saját nadrág derekába tűzi a fegyvert. Kicsit sajnálja, hogy nincs átlőve, Vigor töke vagy rüsztje. Elveszi a hónajtókba lapuló stukkert is, felismeri benne a sajátját. Visszavicek Delgádóhoz. A csónaktár felé vonszolja társát. Hívd fel őket, motyogja a sérült. Itt a telefon. És ha mégsem beszél félre, Daniel a lázpiros arc felé hajol. Telefon? Hol? A gatyámba dugtam, motyogja Steve, amikor a Devella elgázolt. Ugyanekkor a nevét hallja, a saját nevét, a sógora hangján. Daniel, Daniel, gyere már! Megőrült és halucinál. Eléri az ajtót, hátrabotlik a lépcsőkön, elterül a vízen. Az ájult Steve ráborul. Meghittel lebegnek. Búvárruhás alakok bukkannak fel körülötte, Martin, Fresson és Vine. Bellok tüstént kapcsol, a folyó felől jönnek. Beúztak a tolóajtó alatt, ugyanegy sófra jár az agyuk. Átadja a testet Martinnak és rülnek. Siessetek vele, kéri. Istenem, éltek, nyögi Fresson, megbocsátok a nejednek. Megragadják a sérültet és a deszkaborítású ajtó felé tempóznak vele. Menj velük te is, szól rá Patrick. Bellok a fejét rázza.
haragjában minden nyomoráról megfeledkezik. A dominát akarom. Odakin vár a sajátod, súgja Vine. Hárman tartják vissza, különben már itt lenne. Mecót nélküled is elintézzük. Házszáig az utca felől törnek be. És ironikus hangsúllyal hozzáfűzi. Radír atya áldásával jöttünk. Már nem hitte volna, hogy vala ilyet tesz, Daniel visszafelé igyekszik az elöntött cellába. Megragadja a rács mellett heverő, ájult vigor derékszíját, úgy fordítja a testét, hogy a nadrág zsebhez férjen. Előveszi az ajtókulcsot. Ekkor futó léptek zaja hallatszik a lépcsősor felől. Lejön! Súgja Bellog. Vine levetődik a gyülemlő vízbe, magára rántja a takarót. Bellog oldalvást visszadől a rácshoz, kezét is felrakja, mint ha még a bilincs fogja volna. Másik kezébe szorítja a stukkert, és a combja mellé rejti. Vigor nyögdécsel, öklendezve féltérdre kuporodik. Mecó kibukkan a lépcsőkanyarulatból, és a földön mocorgó fickóra mered. Folytogatós Vigor nem foglalkozik a Devellával, ugyanis éppen a tőle elvett stukkert csövébe vámul. Mi a frász? Mordul Snasser gyanakvón. Bellog golyóálló mellényét, jól felszerelt derékszíját viseli. Daniel a nő jobbjában tartott géppisztolyt nézi. A dominak könyökét veszi célba. A lövés döreje robbanásként hat a pinceszerű helyiségben. A szétroncsolt karú Mecó a másik kezével kap lezuhanó fegyvere után. Vine felpattan rejtekéből, és homlokon lövi Snassert. Vigor térdeplésben fordul a lépcső felé, vészsebesen mászni kezd. Állj meg, mert nagyon elcsúszol, óvja Patrick a menekülőt. Bellog nem várja meg a kimenetelt. A lábánál hömpölygő vízbe roskad. Mielőtt átadna magát az ájulatnak, felötlik benne a kérdés. Vajon amnéziásan ébred?